Buongiorno, kedves nézőink! Üdvözöljük Önöket itt az Akadémia Itáliában, az igazi olasz ízek és az olasz tradicionális konyha főzőműsorában. Én Flóra vagyok, mellettem pedig itt áll Alessandro. Ciao, ciao Flóra! Aki ennek a konyhának és ennek az étteremnek a főszakácsa. Mert hogy most Alessandro birodalmában vagyunk, amiben most megkaphattam azt a kegyet, hogy beengedett. Quindi mi hai permesso di entrare nel tuo territorio. Sì. Sei una delle poche donne non cuoche, chiaramente, che è entrata nella mia cucina. Ó, megtiszteltetés, hiszen Alessandro azt mondja, hogy azok kevés nők egyike vagyok, akik nem szakácsok és bejöhettek az ő konyhájába. Ezen a pulton és ebben a sarokban szoktak elkészülni azok az isteni finom antipasztok előételtálak, például ebből a sonkából. Qui abbiamo del prosciutto di Parma, stagionato 24 mesi. 24 hónapon keresztül élet pármai sonka. Classico salame felino, quello bello con l'aglio, il vino. Ó, ez az igazi, klasszikus olasz szalámi, amiben van fokhagyma és vöröshagyma, nem kóstolhatjuk meg? Non possiamo assaggiare? Certo. Beengedett a konyhájába, és már is mindent megkóstolunk. Igen. Hamisítatlan, igazi olasz ízek. Perfetto. E qui abbiamo la nostra pancetta. Senti, senti che profumo. Micsoda illata van. Ez az édes szalonna, ami egy borskéregben van. Esatto. És ebből szokott elkészülni a carbonara, meg az amatriciana tészták, nem? Igen, igen. Adesso la vado a tagliare. Mert hogy most is azt csináljuk? Anche oggi facciamo carbonara e amatriciana? Sì, te le faccio assaggiare tutte e due. Alessandro meg fogja nekem most mutatni, hogy hogyan is készül itt az Akadémia Itália konyháján az carbonara és az amatriciana tészta. De előtte meg megkóstoljuk? Adesso assaggiamo. E questa è meglio cuocerla, eh? Si può assaggiare, però... Azt mondja Alessandro, hogy így is meg lehetne kóstolni, de szerinte jobb az, hogyha megfőzzük ezt a szalonnát. De még mielőtt nekilátnánk a főzésnek, azelőtt hadd osszuk meg azokat az élményeket, amiket olaszországi családi trattóriában szereztünk. Alessandro a konyhán dolgozott, engem pedig pincérként fogtak be, és miattam még néhány tányér is eltört. Alessandro, akkor most mit is fogunk csinálni? Carbonarát és amatriciana tésztát? Facciamo carbonara, amatriciana, tutto insieme. Ha mindent egyszerre fogunk készíteni, amatriciánát is, és carbonarát is. De várjunk, várjunk, a carbonarához kell majd a szalonna, a tojás, a parmezán, pecorino, és a pecorino sajt. Aha, a római pecorino sajt. És az amatriciana tésztához? La salsa al pomodoro. Aha, paradicsom szó. Sempre la pancetta. Megint ugyanaz a szalonna. E prezzemolo. És a petrezselyem. Perciò mettiamo un po' di pancetta. Qui. Igen, ez a finom szalonna, amit az előbb megkóstoltunk. Ezt egy kis olajban kisütjük, ugye? Ce la fai a mettermi i due tuorli qui? Sì. Divisi dagli bianchi, perché usiamo solo i tuorli noi. Aha, tehát, és akkor most csak a tojás sárgáját fogjuk felhasználni, és az én feladatom az az, hogy ketté választam a tojásokat. Inni. És akkor te meg addig mit csinálsz, Alessandro? Nem látom, hogy mi történik ott a háttérben. Tessék? Che cosa stai facendo lì? Ah, niente, ti sto aspettando. Che ho rotto tutto. Io ho minden eltört. Mamma mia. Mamma mia. Mi van? Mi nem van. Jó? Nem jó. Perciò mettiamo i nostri spaghetti. Ó, milyen kis kiszerelésed van. Hát ez nagyon vagány. Ebben fogod most kifőzni a tésztát? Oké. Okay. Aha. Ott már bugyog a víz, oda tettük bele a tésztát, ott fogjuk most kifőzni. Miközben itt szépen pirulnak a szalonnáink, és akkor a carbonarához pedig csak és kizárólag a tojás sárgáját fogjuk felhasználni. És nem teszünk bele tejszínt sem, no? Non mettiamo la panna nella carbonara. No, no, assolutamente. Questa è la vera ricetta originale. Ez az igazi, originál, hagyományos carbonara recept. Un cucchiaio di parmigiano grattugiato. Amelyben egy kanál parmezán sajt, egy kanál pecorino sajt, és a tojás sárgája van csak. E poi mi puoi macinare il pepe. Igen. Tehát természetesen a bors, ami nem hiányozhat, soha semmilyen Alessandro-féle receptből. Okay, un altro giro. Még? Lígni. Perfetto. Il pepe è un ingrediente fondamentale, importante come l'uovo, come la pancetta, come il formaggio. Egy alap hozzávaló ez a bors a carbonara tésztában. Nem szabad belőle kihagyni. Már a szalonnáink szépen megpirultak, remek illatuk van. Poi andiamo a mettere un po' di acqua nella nostra pancetta della carbonara per fermare la cottura. Ne piruljon tovább, Alessandro, hozzátesz egy kis vizet.
Invece dalla... De ez lesz az amatriciánához, vagy a carbonara? Carbonara. L'acqua mi serve per la carbonara. A vizet csak a carbonara tészta alaphoz tettük hozzá. Invece nella matriciana andiamo a mettere la nostra salsa di pomodoro. Az amatriciana tésztának ugye az alapja a szalonna, ami szépen megpirult már ott az olajon. Ehhez adjuk hozzá most a paradicsom szószunkat. E poi mettiamo del prezzemolo fresco. És a friss petrezselyen. Melyik a kedvenced? Qual è tuo preferito? La matriciana. La matriciana. Nagyon jól jártam, mert nekem a carbonara a kedvencem. Vado a mettere il pepe. Ugye ide is a bors, ami soha nem hiányozhat. Okay. Se mi vuoi con un cucchiaio mescolare l'uovo. Feladatom addig az, hogy összekeverjem a carbonara tésztának az alapját, a tojássárgáját egy kis parmezán sajttal, pecorino sajttal és a borssal. Só nem is kell hozzá, non mettiamo il sale. No, abbiamo già il pecorino e il parmigiano che sono molto saporiti. A sajtjaink már elég sósak, plusz a szalonna, úgyhogy nem is kell hozzá só. Így jó? Perfetto. Adesso aspettiamo due minuti che gli spaghetti freschi si cuociano. E poi dopo mettiamo in padella. Nem is a szósz miatt, hanem a spaghetti miatt, ami ott a háttérben közben a vízben rotyog. És aztán utána összekeverjük az összes hozzávalót magában a serpenyőben. És akkor nem is úgy van, hogy kirakom a tésztát és ráöntöm a szószt, allora non è che io metto la pasta nel piatto e poi metto la salsa. No, qua mantecchiamo, diamo una bella cremosità alla pasta. Hogy azért fontos a spagettit beletenni a serpenyőbe, hogy jó krémes legyen utána ezzel a szósszal. Tehát tésztát tesszük a szószhoz, és nem a szószt a tésztához. Andiamo a prendere la nostra pasta. Mettiamo un po' di acqua. Aha, micsoda csalafintaság, hogy a tésztát egy kis vízzel együtt tettük ehhez a szószhoz. L'ultimo minuto due le finiamo sempre in padella. Hiszen akkor a tésztánk itt fog majd aztán igazán megpuhulni ebben a serpenyőben, amiben van szalonna, paradicsomszósz, petrezselyem, olívaolaj és egy kis víz. Oké. E poi iniziamo a mantecare la nostra pasta. Szépen összekeverjük a szószt a tésztával. Hozzá a tojást. Quando aggiungi poi l'uovo? Quando abbiamo fatto ridurre il nostro liquido, quando è bello mantecato, bello cremoso, allora buttiamo gli spaghetti qua dentro. Aha, tehát amikor már elpárolog egy kicsit az a víz, ami benne van a carbonara-tésztában, akkor adjuk hozzá a tojásos alapot. Az utolsó utáni pillanatban. Aha. Ezt nem kell? No, ancora no. Még mindig nem. Vuoi impiattare la matriciana tu? Sì. Vai. No, vai. Guarda, tu. Fai così. És most már csak tálalunk. Az amatriciana tésztánk már kész is van. Da-da-dám. Ídni, az összes szószt rátesszük szépen. Oké. Okay. Ídni. Fantasztikus illata van. Nagyon finom, paradicsomos, a friss petrezselyen és a szalonna, isteni. E poi andiamo a mettere la nostra... És esküszöm, a finom szalonnával nem lehet elrontani az ételeket. La nostra carbonara. Ja, hogy ez a trükk. Ó, értem, tehát akkor a tojást nem is tetted bele a serpenyőbe. E poi mescoliamo. Az igazi carbonara tészta. Ecco, vedi se è fatto una bella crema sì. Con formaggio e l'uovo. Nagyon szép krémes lett. Andiamo a impiattare anche loro. És akkor most ezt is tálaljuk a carbonara tésztát. Sok-sok finom pancetta, szalonna. Oké. Okay. Kész ecco is van. I nostri piatti. Szervisz! Nem így szokás, nem Alessandro? Szervisz! Most Alessandro, megkóstoljuk? Assaggiamo? Azt mondtad, hogy te az amatriciánát szereted jobban, úgyhogy enyém a carbonara. Köszönöm. Buon appetito. Igen. De látszik, hogy ez itt készült ez a tészta, nem ettől ilyen szép sárga. Jó étvágyat. Buon appetito. Ha nekem minden nap tésztát csinál Alessandro, én lennék a világ legboldogabb embere. Facciamo cambio? Vuoi sentirlo la matriciana? Cserélni akarsz? Così guarda. Ecco. De ez finom volt ez a carbonara, Alessandro. Jó, visszagra volna. Jó, megkóstoljuk a amatriciánát is.
Na nézzük. Buon appetito. Buon appetito. Ez igazán isteni. Nagyon finom a paradicsomszósz, ehhez hozzájön ez a friss petrezselyem és a szalonna. Elképesztő. Köszönöm szépen. Bravo, bravo chef, bravo grazie, chef. Grazie. Köszönöm szépen, Alessandro. Nincs mit. Köszönjük szépen azt is, hogy velünk tartottak ma. Jövő héten újabb recepteket fogunk önöknek elkészíteni, és ellátogatunk Olaszországba is, úgyhogy tartsanak velünk akkor is. Arrivederci. Ciao. Ragazzi, salutate. Ciao. Ciao, ciao.